Kevés ismerős arccal találkozhatnak a játékosok között a sajtó képviselői a Fátum Nyíregyháza hagyományos szezonindító rendezvényén. Az előző idény keretéből Tóth Fruzsina, Henesis Francesco, László Alexandra, Bogár Dorina és Maria Csics is maradt a klubnál, melléjük magyar, szlovák, kazak, cseh, bosnyák, török, amerikai és ukrán játékosok érkeztek. A légiósok közül vannak, akik még válogatottbeli kötelezettségüknek tesznek eleget. Három saját nevelési fiatal is felkerült a felnőttekhez, persze a terhek egyelőre még nem rájuk hárulnak. Az elmúlt évekkel ellentétben az eredményesség mellett az építkezés is a célok között szerepel. A koncepció egy picit változott, hiszen a tavalyi csapatból maradtak 5-6 magyarok, úgyhogy először szerettük volna a magyar keretet megerősíteni, illetve olyan fiatal, ambiciózus, motivált játékosokat idehozni, akik tényleg meghalnak a pályán, és tényleg mindent feláldoznak azért, hogy sikeres legyen a klub. Alapvetően a edzőnk Leonidas Gajtenek is teljesen ilyen szemléletben dolgozik, hiszen dolgozott nagyon sokat utánpótlás vonalon, fejlesztett fiatalokat, de van felnőtt edzői tapasztalata is természetesen, tehát ő is ebben a koncepcióban gondolkodik. A saját fiataljainkra támaszkodva, hiszen őket is hármójukat felhoztuk a felnőtt keretbe, illetve kiegészítve olyan nemzetközi válogatott tehetségekkel, illetve nemzetközi válogatott idősebb játékosokkal egy olyan elejet alkothat a csapat, aki tényleg fel fogja szántani a pályát. A cél pedig az, hogy visszakerüljünk oda, ahova nyíregyházi női röplabdázás való az élmezőnybe, úgyhogy bízom benne, hogy a tavalyi sikertelen szezon tudjuk felettetni, és újra ott lehet a Fátum Nyíregyháza, ahol a helye van. A szakmai munka első számú felelőse Leonidas Gaitanakis. A görög szakember korábban már dolgozott Magyarországon a TFS-e és a Diógyőr csapatánál. Mint elmondta, nyíregyházi munkájára kihívásként tekint. It's a big challenge. Ez nagyon nagy kihívás volt számomra. A csapat profilja is megváltozott, hiszen próbáljuk kombinálni a saját helyi fiatal tehetségeinket és az utánpótlást úgy felfejleszteni, hogy komoly szerepük legyen a Fátum Nyíregyházában. Az a célunk, hogy ők olyan elegyet alkossanak a rutinosabb magyar játékosokkal és a légiósokkal, amely komoly teljesítményre képes. Nagyon nagy kihívás a fiatalokat az idősebbekkel összehangolni, de én úgy érzem, hogy jó helyre kerültem, és ez sikerülni fog. A csapat egyik legrutinosabb játékosa, László Alexandra szerint annak ellenére, hogy ezúttal nem elvárás az aranyérem, szeretnének a lehető legjobban szerepelni. Abszolút, bár mondjuk a profi sporthoz hozzátartozik az is, hogy nyomás alatt kell teljesítenünk. Én örülök egyébként, hogy így fiatalodott a keret, illetve annak is nagyon örülök, hogy a juniorok közül ki tudtunk emelni 3 játékost. Abszolút beleillenek egyébként a csapatképbe, úgyhogy én bízom bennük, hogy minél több rutint át tudnak majd venni az idősebb játékosoktól, illetve az ő fiatalságuk szerintem szükséges lesz így a csapat szintéhez is. A Fátum Nyíregyháza ezúttal is rendez saját tornát, szeptember 16-án és 17-én a hazai kedvencek mellett az Újpestet, a Békés Csabát és a szlovén Maribort is láthatják a szurkolók a Continental Arénában. A bajnokság október 22-én kezdődik, a Magyar Kupában pedig novemberben lép pályára a csapat. A Challenge Kupában az osztrák Klagenfurt és a cseh Prostějov párharcának győztesével játszik majd decemberben Leonidas Gajdatakis együttese.